A Janis Joplin azt énekelte, hogy freedom is another word for nothing left to lose. Hát én nekem most már mit veszthetek? Úgyhogy lehetek bátor. Egyre bátrabb lehetek, mert mit tudok veszteni? Legalább meghalok. Meghalhattam volna 10 évvel ezelőtt is, úgyhogy én néha úgy érzem magam, mintha én lennék a sétáló halott. De a Platón is amúgy nagyon bátran fogalmaz az államról. És pont abban az időszakban, amikor Athén egy komoly válságban volt, és rá 40 évvel gyakorlatilag már az összeomlás is bekövetkezett, és talán ennek is egy lenyomata ez, hogy mégis milyen államra, milyen állampolgárokra, milyen vezetőkre lenne szükség. És az igazságosság az pedig a fő motivuma ennek a műnek. Neked az igazságosság az hol van az életedben, vagy akár a terápiában, a munkádban? Hát az etikának egy része. A Levinas, amikor az Emmanuel Levinas, amikor Ő úgy kezdi, hogy az etika fontosabb, mint a metafizika. Úgyhogy Levinas talán az első filozófus, aki megfordította az európai gondolkodását, és szerintem ez a Plátónak ez a könyve, ő már kezdi fordítani azt, hogy az etika fontosabb, mint a metafizika, hogy bánunk egymással. Az talán a legfontosabb. Ő azt mondja, hogy amikor egyedül vagyok, akkor egy olyan autisztikus álomban vagyok, nem rossz, de ebből azonnal fölébreszt a másiknak az arca. És ez többször megtörtént terápiában, főleg akkor, amikor valaki egy más tudatállapotban volt, és egy káoszból, ahol csak a saját élményeikkel foglalkoztak, kinyitják a szemüket, rám néznek, és akkor azt mondják, hogy létezik egy másik. Hogy például a te arcod, ahogy most így néz rám, megdöbbentő, hogy nem vagyok egyedül. Hogy te egy másik vagy. Na, hát ez egy óriási. És a fejlődésemben volt úgy, hogy amikor nagyon pici voltam, születés után mondjuk az első 6-8-9 hónapban, amikor azt hittem, hogy az anyám arca az én arcom. Még nem voltunk képesek arra, hogy tudjuk, hogy nem vagyok egyedül. De az az én, az mindenható volt, mert az anyám melle az én mellem, úgy tudtam odahozni az anyám mellét a szájamhoz, mint ahogy az ujjamat az orromhoz, tehát onnan tudom, hogy ez az ujja én vagyok, hogy akkor jön az orromhoz, amikor akarok. És az anyám olyan jól adaptálódott hozzám remélhetőleg, hogy a melle úgy jött a számba, ahogy a hüvelykujjamat cumisztam. Tehát egyek voltunk, és akkor van egy pillanat, amikor rádöbben az ember, hogy van egy másik. Ez az etikának a születése. És a következő kérdés, ami így általában jön, természetesen, az, hogy, és nekem törődni kell vele. És talán ő is törődik velem, mert abban a pillanatban, amikor van egy másik, akkor a kérdés az, hogy
mire van szükséged. És akkor, hogyha neked kell ez az ing, akkor az etikai impulzus az az, hogy odaadjam neked. Hogy az anya mindent feláldozna a gyerekéért. A gyerek arca, amikor megszületik, akkor annak mindent oda akar adni az anya. Ez az anyai etikának a kezdete. Hogy van egy másik, és törődöm a másikkal. A másik fontos. És aztán a másiknak is én leszek fontos. Amikor már két másik van, mondjuk egy anyának két gyereke van, vagy hát van az Andris, meg van a Laci, meg van a Dani, akkor jön be az igazságosság. Mert nekem csak bizonyos időm van, csak 24 óra egy nappal, csak 7 nap egy hétben, nem sokára meghalok, akkor hogy osszam, és ingem is csak véges számú ingem van, és hogyha Daninak is kell, meg a Lacinak is, meg az Andrisnak is, hát akkor igazságosan kell szétosztani az ingeimet, az időmet, az energiámat. Hát ez az igazságosság, mert aki igazságtalanságot érez, az dühös lesz. És az államban, hát a mai pillanatban is ez a legnagyobb bajunk a világon, hogy az igazságtalanság növekszik, nem csökken. Itt vagyunk 2021-ben, jóval Szokratész után, és még mindig nem oldottuk meg az igazságosság kérdését. És alig éppen, hogy törődünk a másikkal. Az igazság az szerinted az, hogy a barátunknak segítünk, és az ellenségnek pedig ártunk? Hát globálisan arra kéne rádöbbenni, hogy nincs ellenség. És ez az, amit a Leng etikája hozott be, de nem akarja senki se hallani, vagy komolyan venni, mert ő azt állította, hogy hogy csak mi vagyunk, nincsenek ők. Az ellenség az mindig ők. A magyar állam mindig talál egy ellenséget. Ez már egy nagyon régi trükk, a diktátorok trükkje, hogy egyé kell válnunk az ellenség ellen. Mindig ki kell találni, hogy valaki az ellenség. Ezért nagyon radikális az a gondolat, hogy nincs ellenség. Csak mi vagyunk, egy csónakban vagyunk, és nincsenek ők. Azt is elnyitja Platón, hogy pont a demokráciában születik meg ebből a szertelen szabadságból, amiből lesz a legvégső, legbőszebb szolgaság. Igen, hát ő úgy gondolta, hogy egy jó indulatú zsarnokságra van szüksége az embereknek. Főleg azért, mert szerintem ő, azt hiszem Lenin volt, aki azt mondta, hogy a forradalom után nem lehet elvárni az emberektől, hogy készen állnak a szocializmusra, vagy a kommunizmusra, vagy a demokráciára. Mert a cár után, az elnyomás után még mindig buták az emberek, nem tudják, mit csináljanak a szabadságukkal. Úgyhogy a Lenin is arról beszélt, hogy a forradalom után és a szocializmus kezdete előtt van egy időszak,
ahol meg kell tanítani a népet arra, hogy demokráciában vagy szocializmusban tudjanak élni. És ez nem történt meg szerintem sehol a világon. Például az USA-ban azért nincs demokrácia, valójában, vagy minden pillanatban vége lehet, mert olyan emberek szavaznak, akik azt se tudják, hogy hol a szájuk és hol a seglukuk. Hát meg kéne őket tanítani. Na most, ha jó indulatú vagyok, akkor azt mondom, hogy ebben a korszakban szeretetre van szüksége a népnek. Tehát ha szeretjük azokat, akik fölébrednek a szolgaságból, akkor egy bizonyos időszak végén felkészülnek arra, hogy demokráciában, vagy szociális demokráciában, vagy demokrata szocializmusban valami jóban tudjanak élni. Azt is mondja Platón, hogy a demokrácia az a csőcseléknek az uralma. Ez egy híres mondata. Viszont a másik oldalon meg arról beszél, hogy hát ott van a probléma, mivel kicsit azért haza is beszél, valljuk be, hogy nem filozófusok a vezetők. Vagy legalábbis a vezetők azok nem foglalkoznak eleget filozófiával. Hát és ami alatt én szerintem ő azt értette, hogy etikával. Mert az etika az a filozófiának része volt. Úgyhogy és ez van, hogy a politikusok nem, a szívük buta, nem csak az agyuk buta. Ő szerintem azért akar a filozófusokat, és nem költőket például, neki nem kellettek a költők, sőt a költőket ki akarta rúgni a politikából. Mert hogy fel kell készülni arra, hogy az ember olyan döntéseket hozzon, ami az egésznek jó, nem csak a részeknek. Ehhez tudni kell valamit, ehhez rá kell jönni, hogy ami a fontos, az egész. Az az állam, nem a személy, vagy nem a családom, vagy nem a falum, vagy nem a városom, hanem a világ. Hát ehhez az kell, hogy aki szavaz, annak filozófusnak kéne lenni. Én nagyon szívesen elfogadnám azt a rendszert, hogy egy vizsgán kéne átmenni mindenkinek, akit megengedjük, hogy szavazzon. És akkor gyakorlatilag műveltséghez kötnéd, általános műveltséghez a... Hát műveltséghez és szeretethez. Hát de vannak nagyon művelt szociopaták. De hát azokat nehéz kiszűrni egy teszten. Hát nehéz, de hát minden nehéz, nem? Miért legyen könnyű? Hát, nehéz. Olyan országban élni, ahol csak pszichopaták és szociopaták kerülnek hatalmi pozícióba. Talán ez a kornak a legnagyobb kihívása most, hogy a vezetők, akik Platón szerint ők a herék amúgy, mert hogy vannak a gazdagok, vannak a szegények, és vannak a herék. És a herék között pedig vannak a fullánkosok, azok a tényleg vezetők, és vannak a mögöttük sórakozók, a pipogyábbak, azok pedig a fullánktalanok. És hogy ezek a pszichopátiában, hát most, hogy szenvedők vagy élők, ez egy megközelítés kérdése. De igazából
nincsen semmilyen szűrő. Tehát, hogy valahogy a siker útja a jelen demokratikus fogalmak szerint, de már Platónnál is valahogy ezek a herék, ezek lesznek valahogy mindig a vezetők. Ők azok, akik adják a mézet a szegényeknek, és a gazdagok azok pedig őket pénzelik, mert hogy ők ott, ők a szócsövek. Panem et circenses, bread and kenyér és cirkusz kell a népnek. Jó, hát ez így van. Mit csináljuk? Én emlékszem arra, hogy talán 50 évvel ezelőtt, amikor bekerültem a pszichológusok egyesületébe, akkor formálódott, az volt az első évük, és én is tagja lettem a pszichológusok egyesületének. Nem sokkal később a David Bacon, egy pszichológus, aki a filozófus is volt, jött hozzám Torontóból látogatóba, és akkor beszélgettünk például arról, ő azt mondta, hogy miért nem vállalok el vezető pozíciót a pszichológusok egyesületében. És akkor röhögtem, és mondtam, hogy hát hülye lennék. Hát kit érdekel? Hát én élvezem a munkámat, a pszichoterápiát, és jól is csinálom, és élvezem is. Miért lennék egy bürokrata a pszichológusok egyesületében? És akkor úgy rám nézett, és megfenyegetett, hogy András, jó, de akkor 10 év múlva, ha meglátogatlak, akkor ne panaszkodjál nekem, hogy őrültek és pszichopaták vezetik a pszichológusok egyesületét, mert te nem akartál oda menni. Hogyha egy rendes ember elfogadná a pozíciót, akkor egy jó egyesület lenne. De hát akkor jöttünk rá, hogy tulajdonképpen aki nem here, aki élvezi a munkáját, az dolgozik. Aki vagy nem tud jól dolgozni, vagy nem élvezi a munkáját, az beleveti magát a hatalmi játszmákba, és abból lesz a pszichológiai egyesületnek a főnöke, meg a titkára, meg a pénztárnoka, meg amit tudom én milyen. És akkor persze 10 év után már panaszkodtam, de ő kiröhögött. És hát ez van. Ez van olyan konstelláció, hogy elfogadod ezt a pozíciót, amiben el tudnád képzelni? Nem. Abszolút. Hogyha egy pisztoly tennél a homlokomhoz, hogy lelősz, vagy el kell fogadnom ezt a vezető pozíciót, akkor elfogadnám a vezető pozíciót. De szabadon soha. Na, de hát ez egy ellentmondás, mert akkor mi vagyunk igazából, akik itt beszélgetünk, mi vagyunk a filozófusok, okoskodunk, de oda nem mennénk abba a pozícióba. Nem, de nézd, volt egy-két ember a világon, aki ezt megtette. Például én nagyon tiszteltem a Havelt, mert ő egy filozófus volt, ő egy író, egy intellektuális ember, és elfogadta. Ő lett az állam feje. De hát, amit olvastam, nem volt könnyű dolga, és végül is lelépett. Nagyon rövid ideig uralkodott, és amit én tapasztaltam, az, hogy jót csinált. Én nagyon sajnáltam, hogy nem maradt tovább. De megértettem, hogy miért hagyta abba. Uh-huh. És a filozófia szerinted lepedőbe csavart szakállas fickók huncutsága, vagy azért ezen azért
túlmutat jóval. Hát mint mindenben van jó is, van rossz is. Hát, vannak filozófusok, akik csak azért beszélnek, hogy hallják a saját hangjukat. És vannak filozófusok, akik kitágítják az ember szívét, akik kitágítják az ember szellemét, agyát. Oké, hát majd valaki megcsinálja helyettünk. Ja, hát addig, és addig, amíg ez megtörténik, addig olvaskassuk Platont. Ja. Igen. Hát, ha valaki látja ezt a videót, és ambíciói vannak.